piaci körkép. Nem drágultak jelentősen a zöldségek és a gyümölcsök, viszont a sertéshús közel egy harmadával került többe, mint tavaly ilyenkor. Iskola felújítás. Több mint 837 millió forintból korszerűsítik a Nyírbogáti Vántus István általános iskolát. Az egyház szerepe az egészségfejlesztésben. Ötödik alkalommal tartottak partnerségi találkozót Nagykállóban. Nem drágultak jelentősen a zöldségek és a gyümölcsök a nyíregyházi piacon, viszont a sertéshús közel egyharmadával került többe, mint tavaly ilyenkor, és várhatóan a csirke ára is egyre magasabb lesz. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Gyengébb lehet az idei eper minősége az esős időjárás következtében. A piacon már egyre több nyári szezonális gyümölccsel lehet találkozni, ám ezek még nem feltétlenül hazai áruk. Ami jó hír, hogy nem emelkedtek jelentősen az árak tavalyhoz képest. Bőséges a kínálat eperből a nyíregyházi piacon. Jól néz ki, de vajon milyen az íze? Ez érdekli elsősorban a vásárlókat. A közelmúltban sok eső esett, ami az általunk megkérdezett termelő szerint rányomta a bélyegét a termésre. Tudjuk, hogy ilyenkor a gombák nagyon elszaporodnak, úgyhogy itt a piacon a szabadföldi eper az elég kis mennyiségbe jelentkezik. A fóliás eper az jelen volt mostanáig. Fóliákban jobban meg tudják védeni az epreket, de mivel nincs szabadföldi, így egy kicsit magasabb az ár, tehát nincs ilyen olcsó defőző eper. Hát ha ilyen esőzések lesznek, akkor nem is nagyon lesz az idén. Hozzátette, a magasabb árakért cserébe akár két hónaposra is kinyúlhat az idei eper szezon a lassabb érés miatt, vagyis tovább élvezhetjük a gyümölcs ízét. 1000-1200 forintért kínálják egyébként a legtöbb helyen, és már cseresznye is kapható 6-800 forint körüli kilónkénti áron. Találkoztunk olyan vásárlóval, aki nem tapasztalt eddig drágulást. Szerintem nem különösebben, bár a cseresznye az még én most találkozom vele először, az eper az szerintem tartja az árát, nem gondolom, hogy nem tapasztaltam, hogy emelkedett volna, de valóban kérdéses lesz, hogy milyen lesz az amata az eső miatt. A nyári szezonális gyümölcsök is kezdenek már megjelenni, és bár amennyire még várnunk kell másfél-két hetet, a karszi barack egyre több helyen kapható, ahogy görögdinnyit is találtunk, bár ezek még nem hazai termések. Közben a zöldségeknél is van miből választani. Az új burgonyából és a paprikából is egyre több érkezik közeli termelőktől, melyek nagyjából a tavaly áron kaphatóak. 1300-nál. Szétnéztünk ennél a piaci húsosnál is. Táblán az árak, ebből is leszűrhető, hogy főleg a sertés drágult. A híradónak nyilatkozó kereskedő szerint ráadásul a folyamatnak nincs is még vége. Két hetente mintegy 10-10%-kal kúszik feljebb a beszerzési ára. Ezt a pénztárcánk is jócskán megérzi, tavalyhoz képest 25-30%-kal került többe, ami a keresletre is hatással van. Viszonylag visszaesett a kereslet, szerintem ez is egy olyan 15-20%-kal lehetne számokba kifejezni, és még annyira nem, de helyettesítő termék ilyenkor. A baromfinak az ára nem változott, és akkor eldönti a vevő, és akkor inkább néha baromfit vásárol helyette. A kereskedő szerint egyébként az uniós sertés hiány miatti drágulás következményeként a baromfi ára is követheti az emelkedést a közeljövőben. A biztonságot, a munkalehetőségeket és a gazdasági növekedést szavazta meg vasárnap Magyarország, hangzott el a Fidesz nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Tilki Attila, a párt megyei elnöke kiemelte, ezzel együtt bérfejlesztések is várhatók, és a magyar embereknek fontos a keresztény értékek melletti kiállás. Ezt egy nagyon hosszú és kitartó munkával sikerült elérni, ezt a tényleg nagyon sok embert meglepő eredményt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselők, nagyon jól szerepeltünk, egyéni körzetekben is, bár ilyenkor nem szoktuk nézni az egyéni körzeteket. Ugye nyilván a hiteles politizálás az mindig nagyon fontos, hogy hogyan ítéli meg a választópolgár a kormánynak a politizálását, hogyan ítéli meg a képviselőit. Ugye a következő feladat az önkormányzati választás. Thank you.
Több mint 837 millió forintból korszerűsítik a nyírbogáti Vántus István általános iskolát. Az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően felújítják és bővítik az épületet, új eszközöket vásárolnak, illetve az iskolaudvar is megújul. Az intézmény vezetőségének terve, hogy bázisiskolává válnak, ezért vállalták azt is, hogy minden pedagógusuk továbbképzésen vesz részt. A beruházás várhatóan szeptember elejére, iskolakezdésre elkészül. Üres tantermek, összetolt régi bútorok, így néz ki jelenleg a Vántus István általános iskola nyírbogáton. Az elmúlt tanévben többször szombaton is oktatás volt az intézményben. Ennek köszönhetően május végére teljesítették a 181 tanítási napot, így elkezdődhet az épület felújítása. Az iskola közel 20 éve vár a fejlesztésre. A Máté Szalkai Tankerületi Központ sikeres pályázatának köszönhetően több mint 837 millió forintból korszerűsödik az intézmény. Az infrastruktúrális felújítás nem csak egy belső felújítás, hanem eszközbeszerzést, projektorok beszerzését, mondhatnám azt, hogy bázisiskolává válást, és mi ez alapján, a beruházás alapján vállaltunk egy olyat, hogy a pedagógusok továbbképzésre fognak járni, ami azt jelenti, hogy élménysuli címet szerezhetünk, ezáltal több lehetőséget biztosítunk majd az intézményben járó gyerekeknek, hogy felfejlődjünk a városi iskolákhoz hasonlóan, nem csak tudás szempontjából, hanem eszközbeszerzés szempontjából is. Az intézmény külső felújítása 2015-ben megtörtént. A jelenlegi projekt részeként most az iskolaudvar is megszépül. A választókerületben számtalan köznevelési intézmény nyert fejlesztési forrást. Többek között Encsencsen, Újfehértón és Vállajon már átadták a felújított iskolákat. Nyírgyulajon pedig zajlik a korszerűsítés, közölte Simon Miklós. Összesen 30 iskolát érint valamilyen beruházás, de bölcsődék és óvodák korszerűsítése is megvalósul a térségben, különböző forrásokból, összesen 7,5 milliárd forint értékben. Szegről végről majdnem minden települést érintenek a köznevelési intézmények felújításai, illetve építései, és akkor említeném azt, hogy 7 bölcsőde fog épülni a választókerületben 1,2 milliárd forintért, és 6 óvoda újul meg. Tehát ha 30-as számhoz hozzáadjuk ezeket a számokat, akkor egyértelmű, hogy az elmúlt ciklusok közül mostani ciklus az, ami a leginkább bővelkedik a köznevelési intézmények felújításában. Magyarul a legtöbb pénzt a Nemzeti Összetartozás kormánya ebben a ciklusban adta ennek a választókerületnek. A nyírbogáti iskolában jelenleg 225 diák tanul. A tervek szerint már szeptember elején a 2019-2020-as tanévkezdésre befejeződik a beruházás. Az egyház egészségfejlesztésben végzett munkájáról tartottak szakmai konferenciát Nagykállóban. Ennek célja a szoros kapcsolat kialakítása mellett, hogy erősítsék az egyház és a kórházak együtt gondolkodását és együttműködését. Az egyház nem csak a betegek gyógyításában vállal nagy szerepet, hanem a kórházban dolgozó szakemberek továbbképzésében is. Az egészségfejlesztési iroda szervezésében már 5. alkalommal tartottak partnerségi találkozót és workshopot. Az országban több mint 90 EFI iroda működik, ebből 6 a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház irányítása alá tartozó kórházakban. Az egyik ilyen 2018. március 1-től a Nagykállói járásban, a Sánta Kálmán szakkórházban működik. Maga az egészségfejlesztési irodáknak a célja, a létrehozásának, hogy mind a halálozási, mind a megbetegedési számokat, tehát a mortalitási, morbiditási számokat csökkentjük, és ezáltal a várható élettartamot meg tudjuk hosszabbítani. Ehhez minden olyan civil szerveződés, és most bocsánat, hogy a civil szerveződéstként említem az egyházakat, de ők is, tehát az egyházak is rengeteget tudnak hozzátenni, és nagyon sokat tudnak segíteni, hisz azt tudjuk nagyon jól, hogy gyógyulni épp lélekkel lehet, és gyógyítani is épp lélekkel lehet, és a gyógyuláshoz és a gyógyításhoz a lélek szerepe feltétlenül elengedhetetlen. Ebben segíthetnek a különböző konferenciák és partnerségi találkozók. Egy-egy ilyen szakmai nap valamilyen mottó köré épül, ez alapján hívják meg az előadó szakembereket.
A szerdai workshop az egyház szerepe az egészségfejlesztésben címet kapta, így a nagykállói egyházi képviselők tartottak előadásokat. Rávilágítunk az előadásainkban az elmúlt időszak egyházi szereplőinek munkásságaira, hogy hogyan építkeztünk ezekből a világi ápolás, betegellátás mindennapjaiba, és hogy ez bizony együtt könnyebb lehet, és egyértelműen a lakosság, a betegek és az egészségeseknek is a jobb életminőségét eredményezheti. A kórház ma már napi kapcsolatban van az egyházakkal, amelyek a beteg életében a szabad vallásgyakorlás szempontjából is fontos szerepet kapnak. Emellett pedig a kórházi szakemberekkel is rendszeresen van közös programja az egyháznak. Képzésben is megjelenünk időnként, akár a mentálhigiénés szakembereknek a képzésében. Vannak olyan szakok, például az Orvostudományi Egyeteme Budapesten, ami kifejezetten az egyetemnek, a szakmai csapatával is, az egyház történelmi egyházaknak a mentálhigiénis szakembereinek a bevonásával van akkreditálva. Tehát még közös képzéseink is léteznek már Magyarországon, amelyekben tényleg egyesítjük azt a tudást, amit Kiki a saját tarsiában hordoz. Egy ilyen szakmai nap lehetővé teszi a jó tapasztalatok cseréjét is, hiszen mind az egyház, mind a kórházi dolgozók véleménye az, hogy a betegségek kialakulásának okait kell először megkeresni. Mindannyian azt vallják, hogy fontos a megelőzés, ha azonban bekövetkezett a baj, a test és a lélek gyógyítására is nagy hangsúlyt kell fektetni. Bár az időjárás még nem az igazi, a strandolni vágyók hétvégén már csobbanhatnak Sóstón. A park és élményfürdő szombaton nyitja a szezont. Aznap sok programmal és kedvezménnyel fogadja a vendégeket. A csúszdára még egy kicsit várni kell, ezt ugyanis felújítják, a megszokott rendezvények pedig idén-nyáron sem maradnak el. Víz már van, vendég még nincs a sóstói 50 méteres úszómedencében. Már csak pár napot kell várnunk arra, hogy megmártózzunk benne, szombaton nyit az élmény és parkfürdő. Aznap minden 10 év alatti ingyen bemehet, ez fontos, hogy a lakcímkártyájuk legyen a szüleiknél. A gyerekeket ajándékkal, a nagyobbakat pedig búvároktatással, egészségügyi szűrésekkel várják. Programokból később sem lesz hiány, az éjszakai fürdőzések június közepén indulnak el heti kétszer, a szokásos nyári rendezvényekről pedig idén sem kell lemondanunk. Az első nagy rendezvényünk a június 28-án lesz, ez a Sóstófest, 7. alkalommal. Annyi változása, hogy a tófürdő beruházás miatt most nem a tófürdő fog otthont adni ennek a rendezvénynek, hanem a sóstói katlanban kerül megrendezésre. Ez nyilván a fiatalok által kedvelt rendezvényről van szó. Tavaly jelzések alapján, akik indultak a barkácsbokrács vagy sárkányhajó versenyen, ez egy összevont rendezvényünk volt, ezt most szét fogjuk bontani. Július 13-án és július 20-án lesz az egyik, a 13-án a Sárkányhajó Fesztivál, 20-án pedig maga a barkácsbokrács amatőr főzőverseny. Július végén ismét megrendezik a strandfoci bajnokságot, augusztus elején pedig a Sóstó Serfesttel készülnek a Krúdi Vigadó előtti téren. Festik a csúszdát az olasz medencénél, ezt egyelőre nem használhatják a fürdőzők, március óta a rekonstrukció alatt áll ugyanis. Ez az acél szerkezetek megerősítését, részleges cseréjét, festését is jelentette. Sajnos az elmúlt hetek időjárási viszonyai miatt nem tudtuk azt az ütemet tartani, amelyet kitűztük magunk elé célul, és így május 24-én nem tudtuk befejezni ezt a munkát. Itt egy másfél hetes csúszás várható, úgyhogy az elkövetkező június 1-én megnyitunk, de az olasz medence szolgáltatásait nem lehet lesz igénybe venni. Ha igazak az időjárási előjelzések, akkor azt gondolom, hogy ha tényleg 20 fok lesz, remélem, hogy nem, akkor talán a beltéri csúszdapark úgyis sokkal kedvesebb lesz mindenki számára. A fürdő mellett épülő 4 csillagos szállodához 2 ponton is csatlakozást építettek ki. A cél, hogy később a gyógyászati részleggel is legyen összeköttetés. Jó ír, hogy a belépők árai nyáron nem emelkednek. A fürdő bevételének 65-70%-a egyébként elsősorban július-augusztusban jön be. Tavaly 500 000-nál több vendég volt vállalati szinten, közülük 270-280 ezeren nyáron érkeztek. Ennek megfelelően idén is erős szezonban bíznak.
Az elmúlt két hétben kizárólag felfelé mentek az üzemanyagárak, most viszont enyhülés érkezett a benzinkutakon. Szerdán a gázolaj ára 6, a benziné 3 forinttal csökkent, ezzel a dízel literenkénti átlagára 410, míg a 95-ösé 409 forint lett. Maradt természetesen a töltőállomások közötti jelentős, akár literenkénti 50 forintos árkülönbség. A drágább helyeken, például az autópályák mentén mindkét tankolnivaló ára elérheti az egykori 2012-es csúcsot, ami 450 forint környékén volt. Péntektől vasárnapig Nyíregyháza ad otthont a röplabdázók serdülő országos bajnokságának. A Continental Arénában 6 fiú és 6 lány csapat méri majd összetudását. A házigazda Nyíregyházi Sportcentrum lány csapata a BVSC Zugló és a Békés Csaba együttesével került egy csoportba. A felnőtt nyíregyházi röplabdázó hölgyek számára már befejeződött a bajnoki szezon, viszont az utánpótláskorú játékosokra még várnak feladatok. Az elmúlt hétvégén Békés Csabán az ifjúsági bajnokság döntőjében a negyedik helyet szerezte meg az Erdősné Balog Erika által irányított csapat, ezen a hétvégén pedig a serdülők bajnokságának végjátéka következik. Ebben a korosztályban 17 év a felső korhatár, így olyan röplabdázókat is láthatnak a nézők a Continental Arénában, akik már klubjuk felnőtt csapatában is pályára léptek. Én úgy gondolom, hogy ezek a játékosok már ott kopogtatják akár a felnőtt csapatoknak a kapujait, mert ebből kiöregedve már a junior is, hogyha a legtehetségesebben már felnőttekhez kerülhetnek. Én úgy gondolom, hogy egy magas színvonalú tornát tudunk rendezni tökéletes helyszínen, hiszen a Continental Arénában két pályán egyszerre külön a fiúk, külön a lányok versenyeznek. Gyakorlatilag pénteken 6-6 mérkőzéssel mennek kétszer-hármas csoportba, sorsolás alapján kerülnek természetesen. Csoportelsők bekerülnek a legjobb négybe, a második és harmadikak keresztjátékot játszanak szombaton, délután pedig az elődöntők vannak, és vasárnap a helyosztók. A házigazda nyíregyházi együttes több a korosztálynál fiatalabb játékossal a soraiban szeretné kiharcolni az elődöntőbe jutást. Mi az Újpest mögött a saját csoportunkból csoport másodikként jutottunk be. Itt most a döntőbe a BBSZ-vel és a Békés Csabával vagyunk egy csoportba. Az év folyamán nem találkoztunk, tehát igazán nem ismerjük az ellenfeleinket, de én úgy gondolom, hogy itt, aki már a hatos döntőbe bekerült, az mindenki már jó csapatot alkot, jó ellenfél, nehéz ellenfél. Én szeretném, hogyha négy közé kerülnénk, és ott, ha már éremért tudunk játszani, akkor az már egy tökéletes. Azt a sportcentrumról tudni kell, hogy fiatal csapat, első évesekkel nagy többségbe, illetve gyerekkorcsoportú gyerekem is van, a kezdőbe 3. A nyíregyháziak pénteken 13 órától a BVSC Zugló, 16 órától pedig a Békés Csaba ellen játszanak. A másik ágon a Vasasóbuda, az Újpest és az MTK Budapest küzd egymással. A fiúknál a Dunaújvárosi Röplabda Akadémia, a Székesfehérvár, a Kecskeméti Sportiskola, a Kaposvári Röplabda Akadémia, a Szolnoki Sportcentrum és a pénzügyi csapat alkotja a mezőnyt. Szikszai Róbert 62 méter 89 cm-es dobással, Kerekes Dóra pedig 53 méter 64 cm-rel nyerte a diszkoszvetést a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Atlétikai Bajnokságon. Szikszai számára a dohai világbajnokság, Kerekes számára pedig a nápolyi Univerziádi az év főversenye. Új helyszínen, a Veselényi iskola területén kialakított pályán edzenek a nyíregyházi diszkoszvetők. Szikszai Róbert számára nem indult jól az év, életében először szenvedett súlyos sérülést, amelyből felépülve mindössze idei harmadik versenyén lépett dobókörbe a Budapesti Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságon. Ehhez képest a 63 méter közeli eredmény mindenképpen biztató jövőt tekintve. A sérülésre küzdöttem februárban, ugye egy részleges majdom szakadásom volt, ami után kicsit nehezen tudtam visszatérni a dobáshoz. 60 méter fölött dobtam már idén egyszer, úgyhogy most ez volt a harmadik verseny, mert itt ennek a 62-89-nek nem örülünk, 65 méter lenne a cél az idejévre.
65 méter a szeptember végén kezdődő Dohai világbajnokság kvalifikációs szintje a férfi diszkoszvetők számára. Szikszai Róbert versenynaptárában több rangos külföldi viadal szerepel, amelyeken erős ellenfelek segíthetik a szint elérésében. A VB szokásosnál későbbi időpontja és a sérülés miatt kicsi át kellett alakítani a felkészülést, de Kerekes László edző szerint jó úton járnak. Mint ahogy a hétvégi verseny is mutatta, tehát Robi kezd magához térni, hiszen volt egy sérülés, illetve Kápály Jani egyéni csúcsot dobott, és a Kerekes Dóra lányom is bízhatóan kezdett a főiskolás magyar bajnokságon. Kerekes Dóra 53 méter 64 cm-es dobással győzött az egyetemi főiskolai bajnokságon. Az 55-01-es egyéni csúccsal rendelkező diszkoszvető idén szeretne javítani ezen az eredményen. Úgy érzem, hogy jó formában vagyunk, próbálunk még a technikai dolgokat javítani. Szeretnék mindenképpen egyéni csúcsot dobni és stabilizálni ezt az 55 métert. Kerekes Dóra a júliusi nápolyi univerziádéra szeretné időzíteni a csúcsformát, de jól szeretne szerepelni az őszi kínai rendészeti világbajnokságon is, ahová tavalyi Európa-bajnokság győzteseként utazik majd. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Gyengébb lehet az idei eper minősége az esős időjárás következtében. A piacon már bőséges belőle a kínálat, ahogy egyre több nyári szezonális gyümölcsel is találkozni lehet, ám ezek még nem feltétlenül hazai áruk. Ami jó hír, hogy nem emelkedtek jelentősen az árak tavalyhoz képest. Közben a húsra több pénzt kell szánnunk, főleg a sertés drágult mostanában. 20 éves terve valósul meg a nyírbogáti Vántus István általános iskolának, elindul az intézmény infrastruktúrális korszerűsítése. A több mint 837 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően felújítják és bővítik az épületet, új eszközöket vásárolnak, illetve az iskolaudvar is megújul. Az intézmény vezetőségének terve, hogy bázisiskolává válnak, ezért vállalták azt is, hogy minden pedagógusuk továbbképzésen vesz részt. A beruházás várhatóan szeptember elejére, iskolakezdésre elkészül. Az egyház egészségfejlesztésben végzett munkájáról tartottak szakmai konferenciát Nagykállóban. Ennek célja a szoros kapcsolat kialakítása mellett, hogy erősítsék az egyház és a kórházak együtt gondolkodását és együttműködését. Az egyház nem csak a betegek gyógyításában vállal nagy szerepet, hanem a kórházban dolgozó szakemberek továbbképzésében is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, május 29-én szerdán, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat, addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerdán felhős idő valószínű, eső, zápor, zivatar egyaránt akár több alkalommal is várható. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 fok körül alakul. Csütörtökön az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, kis területen rövid napos időszakok is lehetnek, eső, zápor egyaránt valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. A következő napokban is marad a változékony, záporokkal, zivatarokkal sűrűn tarkított időjárás, pénteken és szombaton azonban az északnyugati megyékben kisebb a csapadék valószínűsége. A hétvégén ismét melegszik az idő, 25 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű a hét utolsó napján.